Na sziasztok, kedves mindenki, hogy vagytok, mi a pálya? Kértetek tőlem tartalmat. Nos, ez nem tartalom most, és ez megint egy kis szösszenetke videó lesz, hát sajnos tényleg valóban nincs időm arra, hogy itt folyamatosan csapjam nektek a 10, 15, 20, meg 30 perces csodálatos videókat. Szóval ez ilyen kis szösszenetke lesz, és megemlékezünk Miyake Seiichiről, aki az előbb bemutatott és mögöttem látható sárga vonalakat a világnak adta. Ezek a sárga vonalak, ezeket úgy hívják in Japan, hogy egy Tenji Brokkö. Biztosan józan paraszt észre mindenki tudja, hogy ezek mire szolgálnak, de azért inkább elmondom. Ezek általában a rövidlátók, vagy gyengéllátók, vagy esetleg vakoknak a megsegítésére szolgálnak. Az, hogy hol helyezik el őket, és miképpen, ez városfüggő, nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, például csak az állomásig vezetnek, például úgymond, tehát innen azért az állomás messze van. Ez lássuk, hogy azért innen az állomás messze van, de ide kihelyezett a város, mert ez azért ez ennek a városnak, Fukuchimának egy ilyen fő része. Ha aki esetleg emlékszik rá, itt is volt ilyen Jietai felvonulás, és a többi, és a többi, és a többi. Na szóval, és én ezt a sárga dolgot, ezt a Tenji Brokköt, ezt egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és én ezzel konkrétan Japánban találkoztam először. Nem tudom, hogy már, hogy esetleg most, vagy már régóta, vagy valahol volt-e már Magyarországon, de én nem vettem észre, és én ezt egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolognak tartom. Mondhatjuk, hogy egyfajta társadalmi önszerveződésnek a csúcsa az, hogy ahelyett, hogy kézen fognánk az elesetteket, vagy mit tudom én, a hátrányos helyzetűeket, akár mondhatjuk így is, inkább szaportáljuk őket, megsegítjük őket, hogy képesek legyenek önálló életet élni. És ezt én sokkal-sokkal-sokkal jobban preferálom, mint mondjuk azt, hogy júj, menjünk oda, segítsünk. Segítsünk, ha el van veszve, ha elesett. De hogyha megadjuk a kezdő lökést, vagy ha megadjuk nekik a lehetőséget, például mondjuk egy kerekesszékesnek csinálunk feljárót az étterembe, akkor nem kell tologatni, nem kell kiszedni a kerekesszékből, nem kell, hanem akkor saját maga meg tudja oldani. És szerintem neki is sokkal jobban esik, szerintem az emberi méltóságának is, hogyha önmaga is meg tudja oldani a dolgait. Szóval ennyi lett volna igazából ez a kis videó. Szerintem Japánban ez a sárga dolog, még egyszer mondom, az a neve, hogy Tenji Brokkö. A Tenji kanjiának mondhatjuk azt, hogy azt jelenti, hogy brei írás. Mert szerintem a Tenji, meg a szerintem a brei írást az katakanával mondják, de nem akarok most nektek okos lenni. De mondjuk azt, hogy ez a brei írás jelöli meg az egész, és amit most lehet hallani a pittyogás, ugye ez általában live-okban sokszor elő lehet fordulni, ugye ez néha a kereszteződéseknél előfordul, ez a fajta pi. Biztos lehet hallani. Most már nem, mert ugye mostan vált a lámpa. Ja igen, és azt gondolom az egyértelműsít. Tehát lehetett, hogy a puklis rész, ugye az előző videóban, hogy amik ilyen puklis, ott kell megállni, illetve a vonalak meg jelzik, hogy ott lehet egyenesen előre menni. Gondolom, aki a fehér botot használja, annak így egyszerűbb kitapintani az útvonalat. Na mindegy, ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy érdekes volt. Igaz, ez nem tartalmas, de reméljük, hogy jó. Na, én a havasi ember voltam, na szevasztok, na csá!